first things first, I'ma say all the words inside my head. Ebben a naptári évben ez volt a második Mester 3-asod. Mit jelent ez számodra, hogy március után újra összejött? Örülök neki, de legfőképp annak vagyok, hogy nyertünk. Mondhatjuk azt is, ami múlt héten sajnos nem jut össze a két kapufával, most összejött. De a lényeg, hogy nyertünk. Az első gól egész hektikus volt, egy pillanatra nem is lehetett látni, hogy honnan került hozzád a labda. Te mit láttál ott a beadás után? Nagyon, hogy a Diós Gyuri kapus belekapott a labdába, hogy reflexzerűen csak beletettem a fejem, és szerencsében a kapuba kötött ki a labda. A csapatunk negyedik gólya, úgy gondolom, hogy az klasszis megoldás volt a Lanzet, hogy ilyen türelmesen kivált, hogy bepaszolt a középre a labdát, és csak üres kapra kellett berúgni. Az első félidő nem tükrözte azt, hogy 3-0-ra vezettünk, mert a Diós Gyurinak volt 2-3 olyan veszélyes támadása, amivel könnyen gólt tudtak volna szerezni, és ha ők szerzett meg a vezetést, akkor nagyon nehéz mérkőzés lett volna. Hál' Istennek mi rúgtuk az első gólt, és gólra gólt tudtunk szerezni. Másik félidőben, hogy kijöttünk, megszereztük a negyedik gólt, onnan kezdve meg eldőlt a mérkőzés.